Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. VNTV-t, Viva Natura televíziót látnak, láthattok ezenből is az FAQ adásorozatunkat. Az FAQ annyit tesz, hogy felelősségvállalásod koeficiense, vagy felelősségvállalásod mértéke, és dr. Rábik János kedves barátom a vendégem. És most itt 2018 tavaszán, március 15 után olyan sorsforduló időket élünk itt a Szent Hazában és az egész világban, hogy újból össze kellett jönnünk és megbeszélni a világ nagy dolgait. A beszélgetésünk előzménye az volt, hogy küldtem át Jánosnak egy pár anyagot, és konkrétan a zsidósággal szeretnénk foglalkozni. Én kitáltam egy címet, majd János ezt felvállalja vagy elfogadja. A cím annyi lenne, hogy a zsidóság szent háborúja a zsidóság ellen. Önmagában is anakronisztikus a cím, de meg fogjuk érteni belőle. Egy filmet szeretném, hogyha esetleg van időtök, megnézzetek a beszélgetésünk kapcsán. A másik Izrael, egy Ted Pike nevezető úriember volt a riporter. Ez nem az a Pike, akiről a szabadkőművesek is megemlékeznek. És a felvezetőmben még csak annyit... Az Albert Pike, ez Ted Pike volt. Ted Pike, ez egy lelkész, ismerem őt. Ismerem a munkásságát. És ő egyébként egy zsidó ember, ezt hozzá kell tenni, és ő bemutatja azokat a faruzeus zsidókat, és ez majd mindjárt szóba kerül, akik az egész világot, bocsánat, tönkretették, és hogy szeretnénk már megmutatni, hogyha ugye a Benes ellen mi ki voltunk akadva, hogy egy népet nem lehet büntetni egyéni problémákért, akkor az egész zsidóságot sem lehet büntetni azért, amit a faruzeus zsidók elkövetnek a világgal szembe, de ezt te majd részletesen kifejted, és hogy került az én látószögembe, és ezt majd úgy is kijavítod, a nemzetközi zsidóság valamilyen módon szembe azokkal a zsidókkal, akik élnek Izraelben, élnek a nemzeti kormányok államaparátusában, az irányításában, és egyszerűen ugye most sorosozunk, de a túloldalon ugyanolyan 75-80%-ban zsidó lelkületű emberek ülnek, és ezt a két zsidóságot, a nemzetközi zsidóságot, a kufárok, és ezt már elmondott, hogy hogy mint vannak, ezek nem egészen ugyanabba a kategóriába tartoznak. És ugye nekem csodálatosan elmondtad itt előtte a kávézásunk közben, hogy ezt, ha azt most még egyszer elmondani, ez nekem fantasztikusan kezdődne. Ugye Ted Pike is onnan indul el, hogy ellemzi azokat az ősi zsidókat, akik aztán a kajafások, akik kufárok, és ezeket tegyük már tisztába, hogy utána kik lesznek a száfrán zsidók, kik lesznek a kazári zsidók, ugye, akik csak fölveszik a zsidóságot. Tehát itt már a zsidósággal nagyon sok mindenki él és visszaél, és utána majd ezután a tanult zsidóskodásról is fogunk egy kicsit beszélgetni, de csapjunk a közepébe, mert ez mindenkinek zsigerébe vágy ez a zsidó kérdés, mert meghallja a zsidó kérdés, és hogyha ő azonosítja azzal, hogy az ő azért bankrabszolga, mert azért kiszolgáltatott a magyarság, ez az, azonnal a zsidósággal szemben egy borzasztó nagy ellenállás és gyűlöletkeltés van, és igazából gyűlölettel, haraggal semmit nem lehet megoldani a világban, és azt szeretném, hogyha fölvázolnád a történelemtől mostanáig az, hogy most itt és most mi a helyzet, hogy miért ilyen kritikus a helyzet a világban, amit egyébként ezek a politikai és gazdasági hatalomra törő kisebb zsidó csoport erőltet és végez. Köszönöm, hogy meghívtál, István. Egyébként mindig szívesen jövök hozzád. Nagyon szívesen. Jó nálunk a teje, meg a sütemény. Muszáj ezzel kezdeni. Azok a kérdések, amiket föltettél, rendkívül szerteágazóak, plusz kényes kérdések. És ez nem azt jelenti, hogy erre utalok, hogy én nem szeretnék rá őszintén és a legjobb tudásom szerint válaszolni, de az biztos, hogy egy ilyen beszélgetés keretében csak nagyon elnagyoltan tudjuk ezeket a kérdéseket áttekinteni, amiket fölvetettél. Tény az, hogy lehet, hogy van a világ más népei között is olyan nép, mint a zsidó nép, amelynek egy része valóban a világuralmat akarja. Ezt onnan lehet tudni, hogyha valaki tanulmányozza a Talmudot, akkor, és a Talmudban felfedezi a zsidóságnak
azt az eszmetörténetét, amelyet lényegében a farizeusok, tehát a zsidó népnek az elitje képviselt, és amely megjelenik a Talmudban, ebből egyértelműen kiderül, hogy őnekik van egy elhivatásuk arra, hogy ők kiválasztott, tehát Jehova, a zsidó Isten kiválasztottjaként, őnekik jár lényegében az ígéret földje, de ez az ígéret földje nem egyenlő a földrajzi Palesztinával, vagy Kánaánnal. De még nem is egyenlő azzal, amiben Mózes könyvében szó van, az Erec Izraellel, vagyis a nagy egyiptomi folyótól, ami ugye csak a Nílus lehet, az Eufráteszig, így van a Mózes könyvében, de még csak azzal se egyenlő, hanem lényegében ők úgy tekintik, hogy az egész világ az az ígéret földje, amely nekik jár. Jehova révén jár, és ezt lehet a Talmudból, ha azt valaki tanulmányozza, a primér írásokból ezt lehet kikövetkeztetni. Vagyis igen, ők úgy gondolják, hogy ők, elsősorban a farizeus zsidók, ők más, mint a többi nép. Ők magukat tőle elkülönítik. De a zsidóságon belül is elkülönítik magukat. Mert ő a zsidóságnak az elitje. Az ókorban is a farizeus zsidóság volt a zsidó társadalomnak az uralkodó osztálya. Jézus igazán velük konfrontálódott. Így van, az nem véletlen, hogy igen. Na most Jézusnak valóban a farizeusokkal volt egy nagyon komoly konfliktusa. Na most visszatérve a te kérdésedre, azt lehet elmondani, tehát van egy nép, amelyikről lehet tudni a saját hagyományai, és a saját mondjuk szentíratai alapján is lehet tudni, hogy ő a világ uralmat akarja. Lehet, hogy más nép is volt, de momentán egyiknek se sikerült megszerezni a világ. De a zsidó nép egy részének, azoknak a farizeusokból elszármazó pénzarisztokratáknak, akik ma egy államok feletti pénzbirodalomnak a tulajdonosai és az urai, ezeknek lényegében sikerült a saját világrendjüket egy uralkodó világrendszeré kiépíteni. Ennek az alapja az, hogy övék a pénzrendszernek a magántulajdona, és csak hogy a legújabb adatokból néhányat mondjak, hogy ez milyen hatalmat jelent. Hát az első, amit a Nemzetközi Valuta Alap tett közzé 2017-ben, de 2016-ban is, 2016 őszén és 2017 elején a Nemzetközi Valuta Alap tette közzé, hogy a világ eladósodottsága ennek a pénzrendszernek, amely mondom magántulajdonban van, tulajdonosainak 152 trillió dollár, a trilliót angolul mondtam, hogy ne legyen vita, egy trillió 1000 milliárdot jelent. Tehát a Nemzetközi Valuta Alap szerint a világ, beleértve államokat, vállalatokat és magánszemélyeket 152 trillió dollár után fizeti az adósságszolgáltat és a kamatot, lényegében 300 szupergazdag, igen, zsidó származású pénzarisztokratának, amely mindegy körülbelül 9000 természetes szemét jelent. Na most ezt az adatot korrigálta a Világ Pénzügyi Intézet nevű nagy tekintélyes pénzügyi szervezet, amely azt mondta, hogy nem 152 trillió dollár után megy a fizetés, mármint a kamatfizetés és az adósságszolgálat, hanem 217 trillió dollár után. Ez volt 2017 májusában. Na most erre tett rá ugyancsak tavaly, 2017-ben
A Bázelben működő Bank of International Settlement, vagyis a bázeli nemzetközi fizetések bankja, amelyet a Rothschild dinasztia alapított 1930-ban, amely ma is a Rothschild érdekeltség ellenőrzése alatt áll, és amely a világ központi bankjainak a központi bankja szerepét tölti be, és ez azt mondta, hogy ki kell egészíteni a Nemzetközi Valutalap és a pénzügyi világintézetnek az adatait azzal, hogy mintegy 222 trillió dollárnyi derivátum van ebben a pénzrendszerben. Ugye a derivátum azok származékos ügyletek, és lényegében, mivel ez a pénz hitelpénz, tehát minden pénz, ami a világban van, azért hitelpénz, mert valaki tartozik valakinek. Tehát ha nekem van pénzem, akkor az azt jelenti, hogy ha nekem jár, akkor nekem valaki tartozik. Tehát más pénz, mint hitelpénz momentán már kezd lenni, mert a kínaiak próbálkoznak vele, meg egy-két próbálkozás van a Nemzetközi Valutaalapnál is van próbálkozás az SDR-rel, a Special Drawing Rights-al. De a legkomolyabb próbálkozás az, hogy megszületett a arany alappal rendelkező yuan vagy renminbi, ami elindult a fejlődés után, de ma még megállapíthatjuk, hogy a világ pénzrendszere ez a magántulajdonban lévő és adósságon alapuló pénzrendszer. Na most, ha még a bázeli nemzetközi fizetések bankja, tehát a központi bankok központi bankja azt mondja, hogy ez a 222 trillió dollárnyi trilliót, még egyszer mondom, 1 trillió 1000 milliárd, ez megmozdul, az a rendszer összeomlik. És ezt a figyelmeztetést a bázeli bank többször is. Hogy tud ez megmozdulni egyébként? Hát úgy, hogy mert ez egy kártyavár, egyik derivátum épül a másikra. Tehát valaki nem fog... Hogyha valamelyik kiesik, akkor az egész, mint a kártyavár összeomlik. A nézőknek egy két mondatot engedjél meg, mert azért, akik VNTV-n nevelkedtek, tökéletesen értenek téged, de azért remélem rengeteg új nézőnk van. Tehát azt kell látni, hogy a világ hatalmat úgy próbálja ez a réteg, kis keskeny réteg megszerezni, hogy a világon mindenütt megszerezte a pénzkiadás jogát, tehát gyakorlatilag én, mint privát ember kinyomom a pénzt, te vagy az állam, és én ezt neked odaadom használatra kamatér. És gyakorlatilag innentől fogva a kibocsátott pénznél sokkal többnek kéne visszaáramolnia, mert a kamatot azt nem mutattam ki, hanem lehetetlenség visszafizetni a kamattal terhelt pénzeket, és mivel folyamatosan évről évre a kamat terhek miatt senki nem tud már egyre többet és többet termelni, ezért látjuk, hogy lehetetlenség egy idő múlva ez a rendszer, ez nem tartható fent. Ez az egyik gondolat. A másik az, hogy, és ezt tőled hallottam, csak ide nagyon kell ez a mondat bele, hogy aki elhatározta önmagában, hogy ővé lesz a világ uralma, a világ hatalma, ezért ő mindenbe fel fog áldozni, és akkor ebbe az irányba menjünk el, hogyha ezt nem tudja ezt a rendszerét fönntartani, hogy a dollár alapon az egész világot a zsebében tartja, akkor neki soha nem volt semmiféle krupulus attól, hogy bármilyen háborút beindítson, első világháború, második világháború, ahol az se bántotta őt, hogy zsidók milliói halnak meg, pusztulnak el a holokauszba, mert ő kiszámolta és a matekjába belefért, és ezt nagyon jó lenne látni azoknak is, akik gyűlölködnek, meg azoknak is, akik védik ezt a rendszert, és ugye most itt toporgunk, tehát hogy ez a világhatalmi elit ahhoz, hogy fent tudja tartani a hatalmát, és össze ne dőljön ez a kártyavár, amiről itt most beszélte az elmúlt 5 percben, neki ugyanúgy semmi nem lesz drága, és itt adnám neked vissza a szót. Igen, ezt azért tudta egyelőre fenntartani, mert amit úgy is neveznek Anglo-Zionist Empire, ez egy
ez egy terminus technicus, amit sok szakértő használ, tehát Anglo-Zionist Empire. Ez lényegében ez az államok feletti pénzuralmi rendnek a világbirodalmát jelenti. Ennek az egyik legfőbb tartománya ennek a világ, az Egyesült Államok. Na most nem akarok belemenni az Egyesült Államok jelenlegi problémáiba, de azt igen meg kell mondani, hogy azt el tudta érni ez az államok feletti birodalomnak a csúcs irányítói, el tudták érni, hogy végül is a két világháborúval ennek az államnak a pénze, amelyre egyébként teljesen rátették a kerületet, körülbelül 100 évig tartott, hogy az Egyesült Államoknak a pénzrendszere az ő magántulajdonukba kerüljön. Ez akkor történt meg, amikor a Federal Reserve System MET végül is elfogadta az amerikai törvényhozás 1913. decemberében, és akkor a dollár lényegében az amerikai állam pénzéből átalakult egy 100%-ig magántulajdonban lévő banknak a magánbankjegyévé. Ez a dollár, tehát az, de el tudták fogadtatni, hogy az amerikai állam ezt elfogadja ebben a pénzben a kamatot, de ettől kezdve ez a társaság, tehát ez az államok feletti lényegében cionista elit, ez korlátlan mennyiségű pénzt tudott előállítani, ami világpénz lett. És ma is a dollár egy világpénz, amit Amerika úgy állít elő, hogy a Federal Reserve, amely egy magánbank, de ellátja az Egyesült Államok központi bankjának a szerepét, az korlátlan mennyiségben tudja ezt a kvantitatív easingnek nevezett politikát folytatni, ahol lényegében önti a pénzrendszerbe a fedezetlen pénzt. Nem is mondom ma, hogy papírpénz, mert ennek a pénznek az öme már nem ért. Nem alakul át papírpénz, ez elektromos impulzusokból áll, elektronikus pénz, de minden esetre ez a világpénz. És amíg ez a világpénz megmarad, addig például az Egyesült Államok, amely a központi tartománya ennek a világuralmi rendszernek, a központi tartománya, de tartománya, nem az ura, tehát nem az elnök parancsol ennek a pénzuralmi elitnek, hanem a pénzuralmi elit parancsol az elitnek, és most is a Trump körüli sok konfliktus az abból adódott, hogy nem az ő emberük jött be, és hát össze kellett csiszolódni, elég sokáig tartott, amíg Trump megértette, hogy ő csak a második elnöke az Egyesült Államoknak. Van egy olyan elnöke, akit nem választanak, és aki soha nem áll a választók elé, és ő csak a második ember, akit ugyan választanak, ami cserélődhető, és ő neki ebbe bele kellett törődnie. Úgy néz ki, hogy valahogy a modus vivendi az létrejött. De menjünk tovább. A lényeg az, hogy ez a pénzrendszer azonban azért jutott válságba, mert ahogy elmondtam, a világ annyira el van adósodva, hogy ezt az adósságszolgálatot nem lehet teljesíteni. És valójában, ha nem nyúlnak ehhez a pénzrendszerhez, akkor az történik, hogy a világ népei az Egyesült Államokon keresztül ennek az államok feletti szuperelitnek, ennek a mindegy 300 szupergazdag, igenis cionista zsidó származású bankár dinasztiának, mintegy 9000 embernek dolgozik. Na most természetes, hogy... De ebben Magyarország is beleillik, tehát mindig úgy azért... Hát a Magyarországot is, és konkrétan meg is tudjuk mondani, hogy ez az államok feletti elit hogyan szívta le akkor az országot. Ki itt az első miniszterelnök, ha Orbán... Mert amikor arról beszélnek, hogy igaz, hogy ez egy másik téma lesz, hogy ez a kormányzat korrupt, meg ilyesmi, azok a tízszeresen, százszorosan korruptak, akik ennek a pénzhatalmi világelitnek a szolgálatában föl tudjuk sorolni, hány etapban micsoda pénzt szívtak le Magyarországról. Ehhez képest, hogy úgy fejezzem ki magam, földi magyaró, ugye úgy mondják amerikaiul, hogy pilac, földi magyaró,
az, amit föl tudnak sorolni a jelenlegi nemzeti kormányzatát, de ezt hagyjuk, hanem menjünk ott tovább, hogy természetesen vannak próbálkozások ez ellen a rendszer ellen, valahogy egy alternatív másik rendszert, amely a munkával van fedezve, ahol a pénz a munkával van, a teljesítménnyel van, arannyal van fedezve, és igen, Kína tett egy ilyen sikeres próbálkozást, a yuan és a renminbi már működik úgy is, mint nemzetközi valuta, mint amelyben világkereskedelmi szerződéseket lehet kötni, kőolaj futures, az egyik legkényesebb szerződési fajta, meg lehet benne kötni, fedezett módon. Persze csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy vannak más próbálkozások is, hát itt van a most ugye olyan nagyon felkapott blockchain technikával előállított pénzek, Bitcoin. Tehát amiből a Bitcoin a legrégebbi, de már nem a legjobb, hanem sokkal jobbak is vannak, és sokkal népszerűbbek is vannak, aminek az a lényege, hogy kihasználva azt, hogy a prímszámokból nincs olyan túl sok, ugye prímszám az, amit egyel és önmagával lehet csak elosztani, és ez is használható nemzetközi valutaként, mert nem lehet hamisítani, nem lehet, hogy úgy mondjam, korlátlan mennyiségbe előállítani, nem tudja az ellenőrzés alá venni ez az államok feletti pénzhatalmi világelit, tehát sok jó tulajdonsága van, van egy sor rossz tulajdonsága is, mert az előállítása nagyon-nagyon sok energiát, mert sok komputerrel kell bányászni a további primér számokat. Szóval ez mégse az igazi, mert az igazi megoldás az, hogy ezt egy államnak a fedezetlen pénzét egy sok állam munkával teljesítménnyel fedezett. Az egész világ gyakorlatilag. Vagyis az egypólusú pénzrendszert többpólusú pénzrendszeré kell. De ez egyben azt is jelenti, hogy az egypólusú világrend többpólusú világrendé alakul át. Na, ezt már nem nyelnék le. Na igen, mert most nézzük meg, hogy ez a pénzrendszer, ez tehát közeledik, pontosan ezt lehet a Bázeli Bank jelzéseiből, mert a Bázeli Bank állandóan adja jelzéseket, hogy ez a pénzrendszer az összeomlás felé tart. Mikor a prognosztizálják ezt? Na most a prognosztizálás az különböző. Valójában a pontos időpontot senki nem tudja megmondani, de én például tudok mondani egyet, amit én kiszámoltam. Na most, mivel én nem vagyok szakember, az én kiszámolásom az csak egy ilyen spekuláció, de azért valami alapja van, mégpedig az egyik alapja az, nem más, mint Kondratyevnek a munkássága. Ő egy egyetemi tanár. Kondratyev a Lomonoszov Egyetemnek volt a matematikus közgazdásza, aki tanulmányozta, hogy milyen tehát időszakonként és milyen módon emelkednek a gazdasági ciklusok, és érnek véget a gazdasági ciklusok. Na most ez az őről elnevezett Kondratyev hullám, ez a hosszú hullám, ez 50 éves körülbelül, és a Kondratyev hullám eredményeként ő kiszámolta, hogy tulajdonképpen a Szovjetuniónak is mikor kell a mélypontra jutnia. Ez pedig nagyon ellenkezett Sztalinnak a, hát Sztalin nem megalomániás volt. Igen, na most ugye ő mindenben a legokosabb volt, úgyhogy ez ellenkezett Sztalin elképzeléseivel, ezért Kondratyevet letartóztatták, elítélték, és 1938-ban kivégezték. Így végezte Kondratyev. Na de Kondratyev hullám alapján az a baja a Kondratyev hullámmal, hogy igazolta az élet. Hát azóta eltelt egy sor év, de visszafelé, tehát visszamenve a 19. századra, 20. kiderült, hogy a Kondratyev hullám működik. Na most, hogyha én abból indulok ki,
én a laikus, hogy azért én elfogadom, hogy a Kondratyev hullám működik, azért itt azért hadd jegyezzem meg, csak úgy zárójelbe, hogy amikor a Szabad Európa Rádiónál én a Világgazdasági Magazin szerkesztője voltam, akkor az én főnököm, aki Vadász János néven volt ismert, de hát ő Büki Barna volt az igazi neve, és a London School of Economics-on szerezte a diplomáját, és kitűnő ember volt, és ő bizony engem arra utasított, hát főnököm volt, hogy én írjak egy sorozatot a Kondratyev hullámról, mert a Kondratyev hullám az igaz. És akkor én tanulmányoztam, és ezt a sajnos Büki Barna már nem él, nagyon tiszteltem, szerettem, sokat tanultam tőle. De én magam kiszámoltam, hogy a Kondratyev hullámnak a vége körülbelül 2025. Uh-huh. Tehát körülbelül egy olyan 7-8 év alatt bekövetkezhet a dollárnak a, hogy úgy mondjam, a megrendülése. Lehet, hogy nem lesz egy durva összeomlás, de hogy ez a rendszer megrendül, az várható. És még arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a Nemzetközi Valutalapnak is van egy világpénze, az SDR, a Special Drawing Rights. Az csak hogy ez a pénzhatalmi világelit nem engedte meg. És amikor például a Dominique Strauss-Kahn, az a francia politikus, aki akkor a Nemzetközi Valuta Alapnak az elnöke volt, megpróbálta, mert látta, hogy a dollár az összeomlás felé közeledik, megpróbálta felerősíteni a Special Drawing Rights, az SDR-t, és kezdeményezte, hogy a világ térjen vissza ehhez a valutakosárhoz, amelyben minden ország beleteszi a gazdasági teremtményét, teljesítményét. Az a fedezet a kibocsátott pénz. És nem tudom, hogy emlékszel-e rá, de hogy mi lett a sorsa a Dominique Strauss-Kahnnak. Nem. Hát az lett a sorsa, hogy csináltak ellen egy nagy szexbotrányt, hogy egy New Yorki szállodába, kikezdett a szobalánnyal, letartóztatták, meghurcolták. Na, ha így meséled, azon eszembe jutott. Tehát ő az. Szóval gyorsan elintéztek, megmondták, hogy álljon meg a menet. Uh-huh. Itt nem lesz special drawing. Na, de most jön a lényeg, amire rá akarok térteni. De van egy klasszikus megoldása ennek a pénzuralmi világelitnek, amely már az első világháború idején ki lett próbálva a továbbiakban is. Hogy egy nagy háborúval ezt az egészet rendezni lehet. Mert a háború a legalkalmasabb eszköz a pénzrendszer átalakítására, a társadalmi rendszer átalakítására, az államoknak az ide-oda tologatására, a határok megváltoztatására, birodalmak eltüntetésére, és így tovább. A háború. És ezért hozták létre az olyan szupernagy alapítványokat, még az első világháború előtt, mint például a Carnegie alapítvány, a Ford alapítvány, a Rockefeller alapítvány, amelyeknek ez volt a feladata, hogy dolgozzák ki, hogy lehet olyan nagy háborút csinálni, amivel fel lehet gyorsítani a világ átalakítását, az egész világ átalakítását, és ennek az államok feletti pénzuralmi oligarchának az egy világrendre vonatkozó terveit, tehát az új világrendet megvalósítani. Na most, ebbe persze természetesen ebbe beletartozott, hogy ez a szimbolikusan 1000 éves birodalom, amelyben ez az államok feletti csúcselit gyakorolja a hatalmat, ott az általa meghatározott kormány működik, az általa meghatározott pénzrendszerrel, kereskedelmi rendszerrel, hadsereggel, és így tovább. Ezeknek útjába voltak a birodalmak, azokat eltüntették, és mindent lényegében a saját programjuk szerint, hosszú távú stratégiák szerint tudtak megvalósítani. És most is az volt az elképzelés, hogy ezt a klasszikus módszert alkalmazzák. Mert ez a klasszikus módszer a legegyszerűbb arra, hogy ezt a pénzrendszert átmentsék, és a hatalmukat átmentsék.
A klasszikus módszernek pedig a központja egy nagyobb háború. Na most egy nagyobb háború előkészítése folyik. És úgy gondolták, hogy ezt a nagyobb háborút, ezt úgy kell megszervezni, hogy továbbra is az ő államok feletti birodalmuknak, hogy úgy mondjam, a koronagyarmata, az Egyesült Államok, ez érintetlen maradjon. Vagyis tulajdonképpen az, ahol a fizikai vagyonuk koncentrálódik, tehát Észak-Közép- és Dél-Amerika, az érintetlen maradjon. És egy ilyen nagy háborút úgy gondolták, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy Oroszországot és Kínát körülveszik rakétaelhárító rendszerekkel. Ez megtörtént, ez kész, ez be van fejezve. Ugye volt egy olyan próbálkozás is, hogy nem csak leválasztják a szovjet birodalomról a lényegében a körülötte lévő nem orosz országokat, hanem magát Oroszországot is legalább három részre felosztják, hogy az Urálik az Európai Oroszország, a Távol-Kelet és Szibéria. Ez nem jött be. Ellenben az történt, hogy különböző módon, például megszegve azt az ígéretüket, hogy egy únyit sem megy a NATO Oroszország felé, ha megkapjuk úgy Németországot, már mint az egyesített Németországot, vagyis az NDK-val egyesített, hogy az maradhat a NATO-ba, a NATO cserébe egy újnyit se megy keletre. Na már most ezt tudjuk, hogy ezt az a pénzuralmi elit, amelynek Amerika is a vazalus országa, ezt megszegte. Mert ezt az ígéretét sajnos nem tették szerződésbe, le van írva, de nem szerződésbe. És ezt többször ezt elmondták az amerikai elnökök, például Bush, de megismételte Baker, a külügyminisztere, de nem tartották be, mert mihelyt megtörtént ez a rendszerváltás, amit egyébként az államok feletti pénzuralmi elit a segédcsapataival, elsősorban a szabadkömüves hálózatokkal hajtott végre, mert a Szovjetunió felbomlasztása a szabadkömöveseknek a műve, a konkrét műve. Ez szabadkömövesek nélkül például, tehát például Jakovlev. A Jakovlev volt ennek a államok feletti uralmi elitnek a Gorbacsov mellé tett legfőbb embere. Alekszander Jakovlevről beszélek, aki mindig irányította Gorbacsovot. Egyébként Gorbacsov is szabadkönyves volt, de őt Franciaországba szervezték be szabadkönyvesnek még Gromyko idején. Menjünk tovább. Tehát lényeg az, hogy a szabadkönyvesek segítségével fölbomlasztották a szovjetet, és utána szószegő módon a NATO-t elvitték egészen Oroszország határaig, úgyhogy a balti államokat is bevették, nem csak Lengyelországot, Magyarországot, Romániát is, és be akarták rántani egy puccsal, amire 5 milliárd dollárt költöttek, Ukrajnát is. Ebből van az ukrajnai konfliktus, és ez azt jelezte Oroszország számára, hogy nagyon össze kell szednie magát, mert már most jön egy belső rendszerváltás, egy gyümölcsös, bársonyos, narancsos, akármi, majd Moszkvába is, mert ott is volt két kísérlet rá, csak nem jött be. Na most ebből az oroszok azt a következtetést vonták le, hogy muszáj nekik a maradék kis pénzüket arra fordítani, hogy semlegesíteni tudják a rakétaelhárító rendszereket. Mert ha ezt meg tudják oldani, akkor a pénzhatalmi világelit nem tud most már egy olyan nagy háborút csinálni, ami rendbe tenné mindent az őt, minden problémáját meg tudná vele oldani, mert nem tudja megvédeni a saját, hogy úgy mondjam, központi területeit, például az Egyesült Államokat, Kanadát, nem tudja megvédeni attól, hogy ne kapjon komoly nukleáris csapást. Mert ez volt az, amit most március 1-én
A Putyin az orosz parlamentben nagyon komolyan el is mondott, és elmondta, hogy milyen fegyverrendszereket sikerült kifejleszteni, aminek az a lényege, nem akarom részletet, de az a lényege, hogy miniatúr atomerőművek vannak a rakétákban, amelyek ezért nincs távolsági határuk és időhatáruk. Mehetnek, hosszú idő keringhetnek a Föld körül, nincs korlátjuk, se területi korlát, távolsági korlát, se időkorlát. És ezeket akár el lehet indítani a Tűzföldről, Dél-Amerika akár az Antarktiszról, amely olyan irányokat jelez, ahol Amerikának semmilyen rakétaellátó rendszere nincs. Tehát nem képzelhető el, hogy a pénzuralmi világelit ma egy nagy háborúban meg tudná tulajdonképpen a saját belső területeit védeni, mert eddig óriási pénzeket csináltak a háborúkon. Gazdagodtak, a hatalmuk nőtt. Most viszont számolni kellene egy totális pusztulással, és ezért ma a világ pénzrendszere, mert innen indultunk ki, a pénzrendszere úgy néz ki, hogyha mégiscsak a Kondratyev hullám és más tényezők alapján ez a pénzrendszer a végét járja, akkor nincs más lehetőség, mint áttérni egy többpólusú világpénzrendszerre, vagyis be kell venni például a renminbit is, meg látom, hogy még a Dél-Amerikában is, még a venézek is próbálkoznak, mert ezzel a blockchain technikával előállított venezuelai bitcoin mellé ők odaraktak, minden egyes venéz pénzben odaraktak egy hordó olajat. És ugye tudni kell, hogy a világ legnagyobb kőolaj tartalékkal rendelkező országa az Venezuela. Úgyhogy itt úgy néz ki, hogy a pénzrendszer egy nagy változás előtt áll, ha pedig ez így igaz, akkor az államok felett és erre a pénzrendszerre alapozott világbirodalom is a végnapjait érni. Ja, itt most húzunk egy csöpvonalat, ugye most már mindig azért 45 percet bírnak a nézők, aztán egy kis etapot. Összefoglalva, tehát, hogy amit itt a mindennapjainkban élünk, és ebből a második adásunkban fogunk beszélni, hogy megértsük, hogy mi van itt Európában, miért kellett ennek a borzalomnak kialakulni. Magyarországnak mi a helyzete, ugyanúgy ez a pénzrendszer, világ elit milyen módon befolyásolja a magyar irányítás, stb. És egy gondolatot a te gondolataidhoz, hogy ugye ezek a cionista hatalmak, azt mondják, hogy ha nem a miénk a világhatalom, akkor pusztuljon a világ, és ez az egyetlen egy óriási veszélye van ennek az egész rendszernek, hogy mit fog reagálni, vagy megint valami konspirációval megint kitalál valamit, illetve az emberek mit tudnának ezért tenni, és ennek sokat ezen jár az eszem. Amíg folyamatosan a médiában és mindenféle programozásban, az agyunk meghekkelésébe arról szól a dolog, hogy egyetlen egy célja van a létezésünknek, hogy a pénzt megszerezzük, és a pénz istenért bármit megtegyünk. Közben nem vettük észre, hogy a pénz kamatér fejében nekik nem a pénzünk kell vissza a bankrendszeren keresztül, hanem az az őseink vagyona, a mi vagyonunk, a gyerekeinknek a jövője, amit tulajdonként elvitte, és már a világ imaginális javainak, meg a föld javainak minden 85%-a már a kezükben van. Tehát gyakorlatilag holnap azt mondják, hogy na, akkor most Magyarországra beköltöznek, mert igazából, ha végigmész a Váci úton, az ingatlan 90%-a az övé, tehát nincs már olyan dolog, ahol a kamat pénzükért cserébe ne tulajdon szereztek volna. Tehát ezért nagyon nehéz bármit a világban elérni, és onnan folytatnánk a következő adást, hogy értsük már meg, hogy a zsidóság nevében ki mit tesz. Tehát, hogy válasszuk már szét azokat a zsidókat, akik, és ezért javasoltam azt a filmet a kedves nézőknek megnézni, hogy a zsidóság milyen módon rekeszti ki magából ezt a fajta
kajafásféle kufás zsidóságot, aki a világ hatalomra törő és az elpusztulására, és az a zsidóság, ami otthon marad, és a saját zsidó értékeit szeretné, a kultúráját fenntartani, és ezt a két csoportot ne keverjük össze. Mert abban a pillanatban, hogyha csak elkezdünk zsidózni, akkor olyan ellenségeket szerezünk, akik nem az ellenségeink, hanem ugyanúgy egy hajóba utaznak velünk, és be fogjuk mutatni a tanult zsidóságot is, hogy mit jelent. Én most nem mondanám, hogy befejezem, egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább egy kis idő múlva. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és szerintem erről ilyen módon kell higgadtan, gyűlöletbeszéd nélkül, hogy az emberek megértsék, hogy mit jelent ma ez a nemzetközi zsidóság, mit jelentetek a nyitott társadalmak, ahol mi igazából fegyvertelenül és pénztelenül veszünk létre egy olyan játékba, ahol a kapital játékban mindenünket elveszítettük és elvitték már. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, önöknek megköszönöm a kis türelmüket. Hamarosan folytatjuk önöknek, ez két hét várakozás jelent, de addig is szerintem sokan megnézitek ezt a filmet, amit Rábik János barátommal készítettünk. VNTV-t, Vivanatúr a televíziót láthattok korábbi adásainkat a www.vntv.hu, vagy a YouTube megosztó portáljunk találjátok. Viszontlátásra!